Diana Sellers napja úgy indult, mint a többi. Korán kelt, felpattant a motorjára, és az edzőterem felé hajtott. Aztán az úton egy macska elé ugrott, és Diana beletaposott a fékbe. Egy gyors mozdulat volt csupán. Lassan leteszi az ember a motort, és a következő pillanatban már a betonon feküdtem. Egyikük sem sérült meg, de valami nem stimmelt. Már korábban is meg kellett emelnem, ezért gondoltam, hogy most is menni fog. Ahogy elkezdtem felemelni, éreztem a bal vállamban egy égető érzést. Tudtam, hogy valami nincs rendben. Eljutott az edzőterembe, de nem tudott rendesen edzeni. Elment az orvoshoz, aki azt közölte, hogy a bal vállában el van szakadva egy rotátorköpeny, és meg kell műteni. Azt mondta, hogy az inak és az inszalagok nem kapcsolódnak egymáshoz. Olyan, mint azok a zsinóros felmosók, amiket az emberek használnak. A jobb vállában is volt egy enyhe szakadás, ami csak fizikoterápiát igényelt. De miután Diana átesett a műtéten és a terápián, a fájdalom nem múlt el. A baleset előtt mindent meg tudtam csinálni a konyhában. Amikor nehezebb edényeket kellett felemelnem, előtte nem volt probléma, de utána már nem. Egy sámlira kellett állnom, hogy fel tudjak rakni dolgokat. Több időbe került megcsinálni a teendőket, és meg kellett kérnem másokat, hogy segítsenek nekem. A fájdalom még 2 évig maradt. Aztán egy nap Diana megnézte a 700-as klub adását. Szeretem hallgatni ezeket az imákat, mert magam is szeretek másokért imádkozni. Szóval én is imádkoztam azokért az emberekért, akikről Terry és Gordon beszélt. Valakinek problémája van a jobb vállával. Elszakadt a rotátor köpenye, és inai is tönkrementek egy balesetbe. Isten helyre tud állítani, képes inszalagokat kinöveszteni és helyreállítani a mozgását. Amiről az orvosok azt állítják, hogy lehetetlen, az Istennek lehetséges. Azt mondtam, Uram, hadd legyek ez én. Pár éve imádkozok ezért, hogy a fejem fölé tudjak emelni súlyokat, mint előtte. Kifutottam az edzőtermünkbe, és van egy 23 kilós súlyzónk, megfogtam, és a fejem fölé emeltem, és nem fájt a vállam. Megcsináltam, aztán térdre estem, és azt mondtam, igen, köszönöm, Uram. Diana, mióta meggyógyult, másként látja Istent. Közelebb vitt hozzá. Ez olyan, mint minden. Az ember meg akarja mutatni mindenkinek Isten jóságát, akivel csak találkozik.